Sziasztok! A mai videóban, amint látjátok, a konyhából jelentkezem, és ez azért van, mert ma szeretnék nektek megmutatni három isteni finom smoothie receptet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hiába van tél, én ilyenkor is szeretek nagyon-nagyon hideg italokat inni, és a smoothie-kat rettentően imádom. Egyrészt azért, mert sokkal egészségesebb változatai az ilyen nagyon gazdag, teljes, tejszínes, csokis, ilyen-olyan tejsékeknek. Nagyon szeretek ilyen módon gyümölcsöt fogyasztani, és egyszerűen imádom azt a sejmes, ugyanakkor sűrű, nagyon laktató állagát a smoothie-nak. Hogyha követtek a főzőcsatornámon, amit egyébként Yama Kitchennek hívnak, és a linkjét megtaláljátok az infoboxban, ott már készítettem egyféle variációt, még talán múlt tavasszal, de állandóan új ötletek támadnak, meg állnak össze a fejemben, meg látok mindenféle isteni finom, jobbnál jobb recepteket. Szóval a mai recept videóban fogok mutatni egy trópusi ízesítésű smoothie-t, egy eplesbanános smoothie-t és egy zöld smoothie-t. Megpróbáltam körülbelül kimérítskélni, hogy miből mennyit használtam, úgyhogy a blogomon megtaláljátok a pontos recept leírást. www.fatimapanka.com egyébként a blogomnak a címe, de a linkjét ennek is az infoboxban találjátok. Megfigyelhetitek, hogy csak fagyasztott gyümölcsöt használok, mert egyrészt nagyon szeretem, hogy nagyon finom, krémes és hideg marad a smoothie a fagyasztott gyümiktől, illetve sokkal könnyebb így beszerezni akár mangót, akár ananászt, epret, málnát, tehát a bogyós gyümölcsöket is könnyebb így, meg egy kicsit költséghatékonyabb is, hogyha fagyasztottat vásárolunk, és szerintem a smoothiehoz tökéletesen beválik. Úgyhogy most vágjunk is bele a smoothiekba! A trópusi smoothiehoz szükségünk lesz gyümikeverékre, ebbe van mangó, meg ananász, meg mindenféle trópusi gyümi, aztán banánra, egy kis juharszirupra, kókusztejre, nagyon finom krémes görög joghurtra, és már mehet is a kis turmixomnak a tartályába az összes gyümölcs, aztán hozzákanalazom nagyon fini krémes görög joghurtot, hozzá darabolom, illetve töröm a kezemben elegánsan szépen a banánt. Hozzáadok egy kevés juharszirupot, hogy még édesebb legyen. Mehet hozzá a kókusztej, hogy még trópusibb legyen. Felcsavarom a tetejét, összerázogatom, hogy könnyen összekeveredjen, és már turmixolhatjuk is. Annyira szép baba rózsaszín színe lett. Egy ilyen kis cukilimonádés üvegben fogom tálalni. Jaj, olyan szép pasztel rózsaszín, imádom. Mehet bele egy szívószál, és ugorhatunk is a zöld smoothie-ra, amiben brokkoli lesz, egy banán, egy alma, jó édeset választatok, fogok hozzátenni még ananászlevet, lime-ot, és egy kevés ilyen zöld vitaminos superfood port a több ásványanyag kedvéért. Mehet bele a kis tartályba a fagyasztott brokkoli, higgyétek el, hogy az alma nagyon szépen el fogja palástolni a brokkolis ízét, egyáltalán nem lesz brokkolis az íze, mert bele is raktam ezt a zöld borocskát, ez is viszonylag íztelen, úgyhogy nem fogjátok érezni, és az ananászlé is szépen el fogja fedni az összes ilyen zöldséges ízt, ami esetleg lehet benne. A banánt később fogom beletenni, mert nem volt elég helyem a turmixban, úgyhogy egyelőre ezt így jól összeturmixolom. És most rakom bele a banánt, amikor már lett egy kis helyem. Beletöröm, ezt is jól beleturmixolom. És már öntöm is a cuki kis poharamba. Csupa egészség. A tetejére egy kis lime-levet csepegtetek még, és puty, mehet bele a szívószál. Az epres banános smoothiehoz fagyasztott eperre lesz szükség, egy banánra, mandulatejet fogok hozzátenni, ebbe is fogok tenni egy kis görög joghurtot, és egy kevés juharszirupot. Illetve itt van egy kis bogyós gyümölcsös kivonatos vitaminpor, ami szintén még hozzátesz a vitamin tartalmához. Mehet az eper a tartályba, a porocskával együtt, hozzákanalazok egy kis görög joghurtot a krémesség kedvéért, mehet hozzá a mandulatej, a banán, egy kis juharszirup, összerázogatom ezt is, ráz, 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 ráz,
és mert turmixolhatjuk is. Annyira csodálatosan szép élénk színe lett. Sosem elég a smoothiekból, komolyan mondom. És mert készen is vagyunk a 3 smoothie-val. Hát nem csodásak? Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Jön a tavasz is, meg az egészséges étkezés, meg életmód az nem szezonfüggő, hanem az egy állandóan aktuális téma. Úgyhogy remélem, hogy hozzá tudtam járulni egy kicsit a ti recept repertoárotok bővítéséhez. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Nem tudom, hogy mi történik, nem tudom, hogy csináljátok, de az előző videóban köszöntem meg, hogy már 200-an vagytok, és ma reggel, mikor néztem, már több mint 300-an voltatok a csatornámon, úgyhogy a virtuális ölelést most is küldöm mindenkinek. Köszönöm, hogy velem vagytok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! A mai videóban egy kicsit a hajápolási rutinomról szeretnék beszélni, amit egyébként nem igazán tartok nagyon hű, de érdekesnek, mert eléggé minimális.